Moldován Vilmos, tovább kell vinnetek. Kaptatok egy szent lángot, vérrel hintett Golgota virágot, az izzó kopár domboltáról, illés hívás szent tüzelángol. Fehér elefántcsont Bábel torony baálokkal teli, sok a lelki várom, s az illések csodatévű égi leple nem hull Jordánra, Baál seregre. Elizeus szánt, gyökérel teli a föld, izzadsággal borul el minden szántás rög. De rátok vár a feladat, hogy példát mutatva oltárokat emeljetek az égnek, ahol tiszta tüzek égnek. Szívem kételjei kérdezik, mi lesztek ti? Lehettek hősök vagy martalócok, fénylő lángok vagy alvó kanócok. Lehettek eső vagy sújtó aszály, bővízű kút vagy mocsaras apály. Lehettek áldás vagy átok s nehézség. Lehettek fény vagy vaksötétség. Egy lángot kaptatok, fénylő keresztet, hatalmat, holnapot. Mindenki szeme rátok tekint, merre lendül a láng, a fény merre int. Gondoljátok meg, fény lenni, izzó óriás, súlyosabb, nehezebb, mint bármi más. Remeg a térdetek? Gyáva nem hordhat keresztet, kemény vállak kellenek, ne roskadozzatok, egy lángot kaptatok. Jöhetnek éjek, viharok. Egy lángot kaptatok, menjetek, vigyétek, hordjátok, védjétek, égjetek, fogyjatok, sötétült szíveken nyissatok ablakot, és szórjatok, adjatok fényt, világot, Golgota illatot. Nincs értéke az életnek más, mint fény lenni, megújulás. Legyen bár Kármel egy izzó lángtenger, vagy vulkán, mely sistergő lávát vet fel. Ti küldetést kaptatok, nem állást, nyughelyet, hanem napi parancsot. Tovább kell vinnetek. Thank you.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és külön szeretettel hadd köszöntselek benneteket, kedves testvéreim. A prédikátor szentelési igehirdetést hadd kezdjem azzal a gondolattal, hogy nagyon röviden gondoljuk át, hogy mit jelent az, ami most történni fog, mi a jelentősége, mi az üzenete ennek a gondolatnak, ennek a cselekedetnek. Ehhez az Apostolok története című könyvből szeretnék egy részletet felidézni. Azt a részletet, amikor az antiókiai gyülekezet Pál apostolt és Barnabást az Isten lelke utasítására elkülönítette, felszentelte a misszió szolgálatára. Ezt írja ezen a helyen az Apostolok története. Isten gazdagon megáldotta Pál és Barnabás munkáját azon év alatt, amelyet az antiókiai hívők között töltöttek. Azonban mindeddig egyikük sem volt formailag felszentelve a prédikátori tisztségre. Most tehát keresztényi tapasztalataik annyira megértek, hogy Isten rájuk bízhatta azt a súlyos missziómunkát, amelynél szükségük volt mindazon kiváltságokra, amelyekben a gyülekezet őket részesíthette. Leírja az igét, hogy hányan voltak tanítók az antiókiai gyülekezetben, és amikor szolgáltak az Úrnak, és böjtöltek, mondta a Szentlélek, válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Mielőtt tehát ezt a két apostolt a pogány misszióra kiküldték, böjttel, imával és kézrátétellel ünnepélyesen Istennek szentelték őket. Ezzel a gyülekezet egyszer s mint felhatalmazta őket, hogy az igazságot hirdessék, hogy kereszteljenek és gyülekezeteket alapítsanak, amelyek korlátlan egyházi teljhatalmat élveztek. Kicsit később ezt írja, felszentelésük nyilvános elismerése volt az Isten rendelésének, hogy vigyék el a pogányoknak az üdvözítő evangéliumot. Pál, valamint Barnabás is Istentől kapta megbizatását. A kézrátétel tehát nem jelentette a kegyelem vagy képesség újabb adományát, hanem csak a tisztség formai elismerését, felhatalmazást erre a hivatásra. A gyülekezet így nyomta rá pecsétjét Isten művére. Szintén kicsit későbbről idézek még egy részletet. Amikor tehát az antiókiai hívő gyülekezet szolgái rátették kezüket Pál és Barnabás fejére, ezen cselekedetükkel Istent arra kérték, hogy a kiválasztott apostolokra, különleges munkájukra szóló felavatásukra áldását adja. Nagyon világos tehát, hogy a felszentelés nem jelentette a kegyelem vagy képesség újabb adományát önmagában, hanem annak a felismerését, elismerését, elfogadását, hogy az Isten kiválasztotta Barnabást és Pált az evangélium hirdetése munkájára, arra, hogy új gyülekezeteket alapítsanak, hogy az igazságot hirdetve az evangéliumot elvigyék emberekhez, megkereszteljék őket és gyülekezeteket alapítsanak. Leírja azt is, hogy később túlzott jelentőséget tulajdonítottak a felszentelés szertartásának. Indokolatlan fontosságot tulajdonítottak ennek a cselekménynek, mintha azokra, akik ilyen felszentelésben részesültek, azonnal valamilyen erő áradna, mely őket bizonyos lelki hivatásra képesítené. Azonban a Szentírás semmit sem jegyzett fel arról, mintha a két apostolra felavatásuk alkalmával pusztán kézrátevés által valamilyen erő szállt volna. Csak felszentelésükről értesülünk, és annak jelentőségéről jövő munkájukat illetőleg. Ezeket a bevezető gondolatokat csak azért tartottam szükségesnek elmondani, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, lássuk a jelentőségét ennek az eseménynek, ami történik. Formai elismerése annak, hogy az Isten Ernőt és Attillát, két testvérünket a prédikátori szolgálattal megkívánta bízni, és munkájukat az Isten áldásával úgy végezzék, hogy új gyülekezetek alapuljanak, hogy emberek megtérjenek és szövetséget kössenek az Istennel.
Még egy gondolatot hadd emeljek ki, vagy hadd erősítsek meg, ez pedig az, hogy a gyülekezet ilyen módon kért áldást az ő számukra. A gyülekezet ilyen módon fejezte ki azt, hogy támogatja őket az ő munkájukban. Két gondolatot szeretnék tehát itt összegzésül megfogalmazni. A felszentelés nem hatalmat jelent, nem jelent újabb képességet önmagában automatikusan, hanem áldást kérést jelent. Az Isten segítségének a kérését jelenti annak a szolgálatnak a betöltésére, amelyre az Isten elhívott benneteket. Önmagában nem ez a tekintély, hanem az isteni elhívás. Az isteni elhívás adja az alapot a szolgálatnak. A másik, és itt hadd forduljak hozzátok, kedves testvéreim, a gyülekezethez. A gyülekezet azt fejezi ki a felszenteléssel, hogy támogatni kívánja az ő munkájukat. Hadd kérdezzem meg ezt most így nektek, készek vagytok támogatni a munkájukat? Biztosak lehetnek abban, hogy amikor az igét megszólaltatják, az evangéliumot megszólaltatják, maguk mögött tudhatják az imádságaitokat, a támogatásotokat, a szívbeli együttérzést és együttmunkálkodást? Mert ennek van jelentősége. A korintusi második levél első fejezet 11. versében Pál apostol így ír: velünk együtt munkálkodva ti is az érettünk való könyörgésben, hogy a sokak által nekünk adatott kegyelmi ajándék sokak által hálátassék meg mi érettünk. Kedves testvéreim, bár elmondhatjuk, hogy önmagában a kézrátétel, a felszentelés nem jelenti a kegyelmi ajándék újabb automatikus adományát, nem történt Antiókiában a lélek újabb kitöltése, de azt viszont elmondhatjuk, hogy amikor a gyülekezet komolyan veszi azt, ami itt történik, amikor teljes szívvel könyörög a munkásokért az evangélium hirdetésében, akkor ennek nyomán a lélek ajándékait kapják a munkatársak. És Pál apostol azt mondja, hogy mi ne tegyünk semmi mást, csak maradjunk meg ebben. Maradjunk meg abban a látásban, hogy mi kegyelemre szoruló emberek vagyunk. Nem úgy van, hogy kegyelemre szoruló emberek voltunk, hanem úgy van, hogy kegyelemre szoruló emberek vagyunk, akik minden pillanatban az Isten kegyelmétől függünk. Minden pillanatban az isteni irgalomra szorulunk, mert különben a bűneink miatt joggal az ítéletben lenne részünk. És ezért minden pillanatban látjuk az Isten szeretetének a nagyságát is. Aki megszabadít minket az önző természetünk uralma alól, aki a bűneink, a folytogató bűneink, az önzésünk uralma alól, az ő kegyelmének az erejével szabadít ki bennünket. Úgy lehetne megfogalmaznunk, hogy az idő előrehaladásával szemernyivel sem lesz kevésbé szükségünk Krisztus kegyelmére. Nincsen olyan, hogy először nagyon szükségünk volt, aztán már egyre kevésbé van rá szükségünk. Az idő előrehaladásával egyre mélyebben szükségünk van az Isten kegyelmére. Pontosabban ugyanannyira, csak egyre mélyebben láthatjuk. Egyre mélyebben láthatjuk azt, hogy ha ő nem tart meg bennünket, ha ő nem ment meg bennünket, ha ő nem fog uralkodni a szívünk fölött, akkor mi elveszett emberek vagyunk. Ezért amiképpen vettük a Krisztust, aképpen járjunk ő benne. Vettük a Krisztust az elveszettségünkben, és akkor felismertük az egyetlen megoldást Jézus Krisztusban. Nem mint lehetőség, mint a sok lehetőség közül az egyik, hanem mint az egyetlen reménység számunkra, a kegyelem evangéliuma. Pál apostol a Timóteushoz írt első levélben így vallott, az első levél első fejezetében a 15.-16. verset szeretném felidézni. Igaz beszédez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszú tűrését, példagyaránt azoknak, akik hiendenek ő benne az örök életre. Kedves testvéreim, ez az, amire szükségünk van ahhoz, hogy a szolgálatunkat betölthessük. Arra, hogy naponként lássuk azt, hogy elveszett bűnösök vagyunk.
hogy a bűnbánat az folyamatosan növekedjen az életünkben. Hogy minden alkalommal, minden nap elmondhassuk Pál apostollal együtt, hogy igaz ez a beszéd, és teljesen elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket. Akik közül első vagyok én. Addig vagyunk alkalmasak az evangélium tisztségére, szolgálatára, képviseletére, amíg nem kap helyet az önelégültség, az önigazultság, az Istentől függetlenül élhetek gondolkozásmódja. Amiképpen vettük a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjunk ő benne. Azt írja Pál apostolról az Apostolok története című könyv 166. oldal fordulóján. Azt írja róla, hogy Pál apostol számára a kereszt az egyetlent és mindent jelentette. Amióta a keresztre feszített názáreti üldözőjéből hű követőjévé vált, pályájának Isten tűzött ki célt, azóta sohasem szűnt meg dicsekedni a kereszttel. Abban az időben nyilvánult meg előtte Isten végtelen szeretete úgy, ahogy az Krisztus halálában megvalósult. Élete ezáltal csodálatos változáson ment át, mely minden tervét és szándékát a mennyeivel hangolta össze. Ez órától kezdve új emberré lett Krisztusban. Saját tapasztalatából tudta, hogy a bűnös mihelyst megismeri az Atya szeretetét, ahogyan az Fia odaadásában megnyilvánult, és átadja magát az isteni befolyásnak, szívében olyan változást él át, hogy ezentúl számára Krisztus minden mindenben. Megtérése napjától Pált egyetlen sóvárgó vágy lelkesítette. Embertársainak segítségére akart lenni, hogy a názáreti Jézusban felismerjék az élő Isten fiát, akinek hatalma van életüket átalakítani és megmenteni. Életét maradéktalanul annak az egyetlen célnak szentelte, hogy a megfeszített szeretetét és hatalmát szemléltesse. Nemes részvét teljes szíve minden társadalmi osztályért dobogott. Magáról mondta, én mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok. A dicsőség ura iránti szeretete volt magatartásának alapja és cselekedeteinek rugója. Ha buzgósága valaha lábhagyott, elegendő volt egy pillantást vetni a keresztre, az ott megnyilatkozott szeretetre, hogy újból felövezze lelke erejét, és tovább haladjon az önmegtagadás útján. A kegyelem tapasztalata, az a tapasztalat, amit akkor éltünk át, amikor Krisztussal először találkoztunk, bennünk a teljes készséges engedelmességet munkálja ki. Amikor megértjük, hogy a mi bűneink miatt van Krisztus a kereszten, amikor ezt egészen személyes vonatkozásban értem meg, hogy nekem kellene meghalni, az én saját bűnöm miatt nekem meg kellene halnom, de nem én haltam meg, hanem Krisztus a helyembe lépett, akkor a szívünk mélyéből föltör az a vágy, nem akarok tovább önző életet élni. Nem akarom tovább a saját utamat járni, a saját érdekeimet követni. Kész vagyok mindent odaadni Krisztusnak. Kész vagyok mindenben követni a Krisztus szavát. És ekkor megtörténik az, amiről a Pál apostol így ír a római levélben. Miután igazán nyilvánítottunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Hogy miképpen tudjuk betölteni a mi szolgálatunkat, ez egy vezérlő elvé lehet ez a gondolat. Azáltal, hogy naponként újra és újra ugyanazt éljük át, amit legelőször. Elveszett voltam, de megkeresett. Méltó voltam a halálra, de helyembe lépett. Megbocsátotta, azt mondta, eredj el, és többé ne vétkezzél. És megajándékozott a jelenlétének a békességével. Az önmagával való közösséget kínálta fel. Azt mondta, nincs haragom, de ha tövis vagy gaz jön elém, akkor csatára indulok ellene, vagy fogja meg jobbomat. Kössön békét velem, békét kössön velem. És testvéreim, amikor békét kötünk vele,
amikor átéljük ezt a békességet, akkor egy egészen egyszerű gyakorlati útmutatást nyerünk a szolgálatunk megéléséhez. Szintén a Kolossi levélből szeretném idézni a 3. fejezet 15. versnek az első részét. A 3. fejezet tulajdonképpen végig tekinti, hogy mit tegyünk akkor, ha találkoztunk Krisztussal. Onnan indul ki a gondolat, hogy ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek. Ahol a Krisztus van az Istennek jobbján ülvén, az odafelvalókkal törődjetek, és ne a földiekkel. Elmondja, hogy milyen részletei vannak, amire figyelni kell, én ezeket most kihagynám, és csak a végét hadd olvassam el, a 15. verset. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok, hogy egy testben és háládatosak legyetek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben. A görög szövegben szó szerint így lehetne lefordítani, az Istennek békessége legyen döntőbíró a ti szívetekben. Az Istennek békessége legyen az ítélő bíró a ti szívetekben, és ilyen módon vezessen titeket az Isten. Megbékélve az Istennel, bűneinket megvalva, az Isten kegyelmére rábízva magunkat, tapasztalhatjuk az Istentől jövő békességet. És mintha az Isten annyit kérne tőletek, annyit kérne tőlünk egyen-egyenként mindannyiunktól, figyeljünk oda arra, hogy megvan-e ez a békességünk. Ha nincs meg, akkor ne tekintsünk ezt csekély dolognak. Hogyha hiányzik a békesség a szívemből, ha hiányzik az Isten megbocsátásából fakadó békesség a szívemből, akkor ez egy riasztó csengő. Akkor ez arra figyelmeztet, hogy van valami, ami nagyon nagy baj. Álljak meg, ne akarjak tovább szolgálni, ne akarjak tovább haladni, ne akarjak nyüzsögni, álljak meg, és tegyem fel a kérdést, miért hiányzik a békesség a szívemből. Mi az oka annak, hogy hiányzik az Istennel való közösség békéje az életemből? És az Isten ezen keresztül vezeti a szolgálatunkat. Azt kéri, ne menjünk tovább a vele való békesség nélkül. Ne próbáljunk meg nélküle megharcolni csatákat. Ne próbáljunk meg nélküle embereket megtérésre hívni. Ne próbáljunk meg embereket vele összekötni, miközben mi nem vagyunk összeköttetésben vele. Amikor vettük a Krisztust, akkor létrejött egy összeköttetés. Akkor mi megbékéltünk az Istennel, és az Isten túláradó békéje áthatotta a szívünket. Annyit kér, hogy ebben járjunk. Amiképpen vettük, abban haladjunk tovább, így járjunk. Mert a szolgálatunknak a lényege, és ez az utolsó gondolat, és ezzel szeretném lezárni is, a Korintusi 2. levél 5. fejezetéből szeretném felolvasni, hogy mi az a szolgálat, amellyel megbízott az Isten bennünket, mindannyiunkat, akik megbékéltünk ő vele, és mi az a szolgálat, amelyre ünnepélyesen formailag felszenteltiteket a gyülekezet a mai alkalommal. Korintusi 2. levél 5. fejezetében a 18. verstől kezdődően így olvassuk az igét. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik az ő bűneiket, és ránk bízta a békéltetésnek igéjét, Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, a Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Én szívem mélyéből kívánom, testvéreim, hogy az Isten adjon ezen keresztül tovább haladást a ti szolgálatotokban, további áldásokat a szolgálatotokra. Ezen egyszerű elváltal én vagyok a bűnösök közül az első, aki ma ugyanúgy az Isten kegyelmére szorulok, mint akkor, amikor először megszólított. Nem jó hívő vagyok, hanem az Isten kegyelmére szoruló, nyomorult bűnös vagyok. Aki megismertem az Istent, és akivel megbékélt az Isten. Aki megismertem azt a békességet, amit semmi másban nem találtam meg. És ezt a békét szeretném továbbadni. Kívánom, hogy ez a béke rajtatok keresztül sok ember békéje lehessen. Hogy sokan béküljenek meg a ti szolgálatotok által az Istennel. És mindeközben ti is békességben legyetek,
az Istennel való közösség békességében. Amen. Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevében jövünk hozzád, és hálás szívvel köszönjük néked azt, hogy te ma is azzal a mentő szeretettel viseltetsz irántunk, emberek iránt, amivel a világ teremtése előtt már viseltettél. Uram, köszönjük néked, hogy maga a megváltási terv megelőzi a történelmet, mert benned ott él az, hogy te gyógyítani, hogy te szeretni, te menteni akarsz. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy megismerhettük ezt a minden értelmet felhaladó szeretetet, és megismerhettük azt az önfeláldozó jóságot, ami a másokért élés leglényege, és amely a te szolgálatodban és a te minden megnyilatkozásodban annyira látható és tetten érhető. Urunk Istenünk, köszönjük néked a mi testvéreinket. Köszönjük, hogy az ő életükben is viszont láthattuk ennek az elkötelező szeretetnek a hívását és a hívásra adott választ. Köszönjük, hogy az ő szívükben elindult egy folyamat, és ők nem akarnak másról tudni, csak te rólad, mégpedig, mint megfeszítetről. És nem akarnak semmi másban gyönyörködni, csak abban az elhívásban és abban a szolgálatban, amivel te megtisztelted őket. Istenünk, azt kérjük, hogy áldjad meg őket. Mi tudjuk, hogy ez a szolgálat emberfeletti út, és itt nem tudunk a magunk erejéből se kimenni, se bemenni. Nem tudunk igazán érdemit alkotni, és nem tudunk senkinek igazán a javára élni, csak akkor, hogyha te mi szívünkbe költözöl, és ha te különleges áldásoddal kíséred végig a mi életünket. Tudjuk, hogy te keltesz részvétet az emberi szívben, te keltesz elkötelezettséget a másokért való szolgálatra, és te adod hozzá az erőt, a képességet, a lelkületet. És Urunk, ezt kérjük, hogy a mi testvéreinket ajándékozd meg a békültetés szolgálatával és a békültetés ígéjével. Add, hogy amikor ajkukon megszólal az ége vajha, a menny elkötelezettsége nyomán hitelesen szólalna meg minden esetben, és a szavaikon és a tetteiken keresztül olyan világos egyértelműséggel válna foghatóvá az, hogy mögöttük te állsz, aki szereted az embert, örök és visszavonhatatlan szeretettel. Urunk, kérjük, áld meg az ő életüket, az ő szolgálatukat, áld meg családjukat is, hogy a családjuk ott álljon mögöttük, és segítse őket ebben a munkában. Segítse őket ebben az ember próbáló vállalkozásban, amikor a családnak is áldozatot kell vállalni, hiszen amikor a mi testvéreink majd az evangéliumot hirdetik, sokszor a családnak nélkülözni kell az ő jelenlétüket. Urunk, add, hogy ezt is tudják hitben hordozni, és hogy megtalálják azokat az arányokat, ahol a családi élet nem látja ennek kárát. De áld meg a gyülekezeteket is, Urunk, akik mögöttük állnak. Hiszen tudjuk, hogy nem egyéni vállalkozás ez, hanem a közösség megbízása nyomán teszik oda és adják oda az ő egész életüket erre a szolgálatra. Urunk, hisszük, hogy ennek az elkötelezettségnek a súlya és a terhe ott lesz mindig a gyülekezet tudatában is, és úgy fog rájuk nézni, mint akiket meg kell becsülni azért, hogy ők ezt vállalták. Vagy ha a gyülekezet nem elmarasztalással, nem minősítéssel, hanem együtt munkára készen, támogatva őket, pártolva, bátorítva őket állna mögöttük. Urunk Istenünk, áld meg a te népedet is ebben az országban, és add, Urunk Istenünk, hogy mindazokért, akikért bennünket erre a szolgálatra elhívtál, vagy ha te áldásod nyugodna meg a te néped életében. Tudjuk azt is, hogy ez a feladat messze meghalad minden emberi képességet, és emberi elgondolások szintjén még csak elképzelni sem tudjuk, hogy 10 millió embert hogyan lehet elérni a szabadítás evangéliumával. Urunk, áld meg bennünket, adj új látást, és add, hogy a mi testvéreink példaként járhassanak elől az elkötelezettség, az irántod való odaadás lelkületével, hogy mi hamarabb ráérezzen minden ember
minden a te szeretetettől érintett ember ennek a szolgálatnak az ízére, és hogy hamar végezhetnél az emberek megmentését végzett munkával ezen a földön, amelyben hisszük, hogy nekünk is részt adsz. Még egyszer kérünk Istenünk áldásodat, kegyelmet, terjedd ki a mi kedves testvérünk életére, és a közösség egész életére is. Amen. Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Csak egy pár szóban szeretnék néhány gondolatot szólni a személyes tapasztalatomról, ahogy ilyen alkalommal szokott lenni, hogy lehetőség van arra, hogy bizonyságot tegyünk. A Jóisten engem fiatalon szólított meg. Itt, akik ültök, többségében ismertek engem. Van, aki korábbról, van, aki későbbről. Tudjátok azt, hogy milyen természettel rendelkezem. Nem vagyok egy erős fizikumú, nem vagyok egy határozott, bátor egyéniség, de úgy éreztem, amikor a Jóisten megszólított fiatal koromban, hogy nem tehetem azt, hogy egy másik úton induljak el, amire lehetőségem lett volna. Könnyebb lett volna, egyszerűbb lett volna, de mégis úgy éreztem, amikor megismertem a Jóistent, hogy én egyet tehetek, hogy embereknek lehetőséget szeretnék adni arra, hogy ők is megismerjék ezt az utat. Amikor én a Bibliát a kezembe kaptam fiatalon, 17-18 éves koromban, akkor én egy olyan kincset találtam benne, amelyet úgy éreztem, hogy másokkal is meg kell osztanom. Azóta elég sok idő telt el, most már mondhatom azt, hogy nagyon hosszú idő telt el, 25 év, amióta elkezdtem ezt a szolgálatot. Sok-sok küzdelem, megpróbáltatás, nehézség volt ebben. Nagyon sokszor, mint talán mindannyiunknak, minden szolgálattevőnek voltak olyan kísértései, hogy talán leteszi a szolgálatot, mert nem bírja tovább. Nekem is voltak ilyen küzdelmeim, de Jóisten mindig visszafordított engem erről. Amikor ezek a gondolatok vagy csüggedés vett volna előtt rajtam, akkor én nekem mindig eszembe jutott az ige, hogy aki az eke szarvára veti a kezét és visszatekint, nem alkalmas az Isten országára. Nagyon sok gyengeség, küzdelem volt az életemben. Szerettem volna máshogy a szolgálatomat eddig is végezni. A betegségem, gyengeségem, erőtlenségem sokszor ebben akadályozott, de úgy éreztem, hogy mégsem fordulhatok vissza. Még akkor sem, amikor láttam, hogy mellettem ezt többen megtették, hogy abba hagyták a szolgálatot, hogy elmentek más munkát végezni. Úgy éreztem, hogy azok az emberek, akik nagyobb képességeket kaptak és elmentek a szolgálatból, én mégsem tehetem még akkor is, hogyha kisebb képességeket adott az Úr nekem. És időről időre átsegített ezen a küzdelmen, és most is hálás vagyok a Jóistennek, hogy eljuthattam ide, és elsősorban neki vagyok hálás, de nektek is másodszorban, akik bizalmat szavaztatok nekem erre a szolgálatra, és biztattatok, bátorítottatok arra, hogy végezzem tovább ezt a munkát emberekért, hogy az Isten megismerjék, hogy az Isten útján járjanak és eljuthassanak az örök életre. Két ige van, ami nekem útmutatást jelentett. Az egyik a keresztségi igén volt, a Filippi levél 4. fejezet 13. verse, ami mondhatom, hogy egész eddigi életem szolgálatom idején elkísért. Ez az ige volt az, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Amikor én ezt az igét kaptam, akkor úgy éreztem, hogy ez nagyon nekem szól. Én gyengének éreztem magamat, felkészületlennek éreztem magamat, mikor elkezdtem a szolgálatot. Nem is könnyű körülmények között kellett elkezdeni, de a Jóisten erőt adott és mindig átsegített a nehézségeken. És amikor eljutottam idáig és visszatekintek az életembe, sok mindent máshogy kellett volna tennem. De mégis azt mondom, hogy amikor tapasztaltam, hogy a Jóisten segít, és ő általában erőm, akkor
akkor olyan tapasztalatokat adott, ami megerősített engem. Amikor a magam bölcsességére támaszkodtam, vagy netalán a magam rutinjára, akkor jöttek a kudarcok az életemben, és a Jóisten újból és újból megszólított, és újból felemelt engem. A másik ige, ami a szolgálatom kezdetén egy támpontot adott számomra, ezt fel is olvasnám, Királyok első könyve 3. fejezetéből, Salamon szolgálatának a kezdetén, amikor a gibeoni oltárnál áldozatot mutatott be Istennek, és Isten megkérdezte, kérte tőle, hogy kérjen, amit akar, és Salamon ezt mondta, tehát a Királyok első könyve 3. fejezetében, a 7.-9. versig, azt mondta Istennek, én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. És a te szolgádat a népek között van, amelyet te magadnak választottál. Nagy nép ez, amely meg nem számláltathatik, meg sem irattathatik a sokasága miatt. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és a gonosz között. Mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet. Isten igazán értékelte Salamonnak ezeket a kijelentéseit, hogy ő ehhez kért bölcsességet ő Istentől, és valahogy engem is ez kísért el, és ez az, ami megszólított a szolgálatom elején is. Én is úgy éreztem, hogy kicsin gyermek vagyok, nem tudok kijönni, bemenni, nem tudok ítéletet tenni jó és rossz között, és hogy kicsoda munkálkodhat az Isten népe között. És én is csak azt kértem Istentől, hogy adjon értelmes szívet, adjon bölcsességet, hogy tudjak választani jó és gonosz között, és valóban alázatos eszköz lehessek az ő kezében. Most is ugyanez az ige, ahogy gondolkodtam az elmúlt hét folyamán, hogy mit is olvassak fel a mostani alkalommal, ez az ige elevenedett meg előttem, hogy mindvégig ehhez kell tartanom, soha ne abban bízzak, hogy milyen tapasztalatot, milyen rutint szereztem bármilyen területen a szolgálatban, hanem mindig ezt érezzem át, hogy egyedül Isten által tudom elvégezni ezt a munkát, hogy én nem tudok különbséget tenni jó és rossz között, csak ha Isten ad ehhez bölcsességet és erőt, akkor tudom betölteni a szolgálatomat. És így szeretném odaszánni az életemet a továbbiakban, és ehhez kérem a ti imádságaitokat és segítségeteket is, és a Jóisten megerősítését. Amen. Szeretettel köszöntöm a benneteket, és én valószínűleg nem tudok ilyen szépen kereken fogalmazni, ahogy Ervin előttem összefoglalta röviden az elhívása történetét. Én talán egy igét szeretnék nektek olvasni, hiszen szokatlan nekem, hogy most nem prédikálnom kell, hanem magamról pár szót szólni. És Jézus mondta ezt, kicsit ne értsétek fél, ezt a mondat utolsó részét szeretném idézni, hogy Isten a kövekből is támasztott fiakat. Ismerjük ezt a történetet, amikor Jézus miért mondta, és úgy gondolom, hogy azért nem túlzás, hogy ezt idézem, mert valóban nagyon távol voltam én a Jóistentől, és rendkívül talán terhelt gyermekkor és ifjúkor után talált meg engem a Jóisten, mint egy követ. Egy olyan élettelen, érzéketlen, talán olyan kő, akiben nem sok érték lehetett, mert addig az életét nem sokra tartotta, és a Jóisten ebből az értéktelen kőből próbált egy fiat teremteni. Azt gondolom, hogy erre nem szeretnék részletesen szólni, hiszen egy kis könyvbe is összefoglaltam az életemet, és így szóban elég nehéz elmondani. Az elhívásom csodálatosan alakult, ahogy Ernővel megismerkedtem Veszprémben. Ez is egy különleges élmény, hogy együtt lehetünk itt a felszentelésen. Ernő volt az az ember, aki ugye a sötétségből kisegített engem, valami irányt szabott, segített a Jóisten felé, rámutatott arra a könyvre, amit én semmiben nem vettem, holott
katolikusként templomba jártam, és rendszeresen vasárnaponként miséken vettem részt. Csak arra emlékszem ebből a korból, hogy nagyon hideg volt a templomban. Utána, ahogy Ernővel megismerkedtem, megnyílt egy olyan világ számomra is, amit nem is gondoltam volna, hogy létezik ilyen. És én röviden három korszakra osztanám az eddigi időszakot. Attól a kortól fogva, 22 évvel ezelőttről, hogy jól kiszámoltam, vagy talán már 25 éve is van ennek, hogy Ernővel megismerkedtünk, hogy én ilyen lelkesedős típus voltam, rögtön lelkesedtem az igazság iránt, és úgy gondoltam, hogy az igazságban minden megtalálható, és csak úgy kell élnem, ahogy az igazságban le van írva. Ernő szépen rávezetett arra, hogy mi van a Bibliában. Segítsége volt még Reisinger János is, akivel közelebbi kapcsolatba kerülhettem. És azt gondoltam, ha az igazság ilyen nagy kincs, mint egy drága gyöngy, akkor már csak az a dolgom, hogy ezt megosszam másokkal is. A következő korszak volt a lelkesedés és a szolgálat korszaka, amikor a Jóisten arra késztetett, hogy azt a nagy igazságot, amit nem is gondoltam, hogy a világon létezik, azt mondjam el másoknak is. És ez volt az a szolgálati időszak, amikor én emberileg lelkesedtem sokáig az igazság képviseletével. Emberileg igyekeztem mindent megtenni, és a Jóisten sokszor úgy tekintettem, mint egy munkaadót, mint akinek én szolgálok, és mint akinek elkötelezett vagyok. És úgy gondolom, hogy el kellett jönni annak a harmadik korszaknak is, amelyet bár nem is olyan nagyon régen tapasztaltam meg, és az én kedves testvéreim is, a gyülekezeti tagok Kecskeméten, vagy bárhol máshol is felismerték, hogy a harmadik korszak már, amikor a Krisztussal is igazán találkoztam. Nem értékelném le az előző két korszakot, mert ott is valahol a Jóisten volt Jézussal együtt, csak nem volt olyan szoros közösségem, nem volt olyan szoros kapcsolatom vele. De néhány évvel ezelőtt csodálatos megszólításban volt részem az ő részéről, és azok az igék hangzottak el úgy a lelkemben, és aztán gyorsan fel is kerestem őket, amiket Gábor ma felolvasott itt délután az ige hirdetésében. Hogy a bűnösök között első vagyok, akit a Jóisten megkeresett, és Jézus Krisztus bennem mutatta meg legelőször az ő hosszú tűrését. És ez a korszak volt az, amikor úgy éreztem, hogy talán most lettem prédikátor. Talán most lettem az, aki még, persze még mindig nem vagyok teljesen az, hogy Krisztust képviselhetném. Krisztust képviselhetem az emberek számára. És ahol megtalálhattam azt az örömet, békességet, nyugalmat, amelyben tudom, hogyha közelében vagyok, hogyha ez a közösség megvan, akkor megvan a békesség, akkor megvan az erő is a szolgálathoz. Azzal szeretném lezárni ezt a rövid, nem is olyan rövid pár gondolatot, hogy tényleg mindent a Jóistennek köszönhetek. Elmondhatom, hogy mindaz az emberi buzgóság, vagy mindaz, amiből Krisztus hiányzik, azt utólag én kárnak és szemétnek ítélem. De hogy ahova elvezetett a Jóisten, az tényleg egyedül az ő dicsőségét szolgálja, hogy egy kőből egy ember lett, hogy a kövekből is támaszthatott fiakat az ő országába, és bízom benne, hogy ennek hatása lehet majd a szolgálatomra, és mások áldására is szolgálhat. Így szól az igevers, amit szeretnék utoljára felolvasni. Legutolszor pedig mindenek között, mint egy idétlennek, nékem is megjelent. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszent egyházát. De Istennek kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lőn hiába való. Bizonyára többennek megfordulhat a fejébe, hogy talán azzal a természettel, vagy azzal a jellemmel, hogy lehet valaki felszentelt lelkész, amit jelenleg én képviselek. Tényleg nem is vagyok méltó, úgy gondolom arra sem, nem érezhetem méltónak arra, hogy 18 éves szolgálat, vagy 17 évi szolgálat után ebben a megtiszteltetésben részesüljek. Én úgy gondolom, hogy egyedül az Isten kegyelme által lehetek ezután az, aki lehetek. Ahogy Gábor is említette, hogy ha
emberi erőből és az emberi igyekezetből próbálnék szolgálni, akkor annak semmi értéke nem lesz, az kár és szemét. Úgyhogy köszönöm szépen a megtiszteltetést, köszönöm szépen a bizalmat, amit gyakoroltok irántam, és szeretném, hogyha a külső túl majd megláthatnátok azt is, amiről szeretnék igazán szólni, és amit szeretnék igazán ebben a világban képviselni, ebben a rövid időben, ami előttünk áll, hogy Krisztus kegyelme és Krisztus szeretete jelenhessen meg az életünkben, ami által én is azt szeretném képviselni. Köszönöm szépen a meghallgatást! Nevében egy igét bátorításról és útra való. Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levele első fejezet 9. versét olvasom. Timóteushoz írt második levél első fejezet 9. versét olvasom. Aki megtartott minket és hívott szent hívással. Nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, amely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte. Számomra az volt az új, sokáig ismertem ezt az igét, és szeretném mondani, hogy ezt az igét kaptam én is. Szolgáltam az elhívás kezdetén bátorításul. És azt olvasunk ebben az igében, hogy aki megtartott minket. Pál, akit személyesen Jézus szólított meg és Jézus hívott el, Timóteusnak, a felszentelt szolgájának, szolgatásának írja. Azt mondja, hogy Timóteus szolgálata olyan elhívás, mint amely elhívás az övé volt. És azt mondja, hogy ez nem egyszerű hívás. Valóban az Isten ige arról szól, hogy Istennek az az akarata, hogy minden ember üdvözöljön és az igazság ismeretére jusson, de nem mindenki hallja meg a meghívást, és nem áll be az Isten szolgálatába. Azt is olvashatjuk itt az írásból, hogy ez egy különleges hívás,
szent hívás. Szeretném mondani, minden hívő, kivétel nélkül, bárki is, aki az Istennel szövetsége lép, a királyi papságnak a tagja. Felszenteltetik keresztség által. Megbizatást kap, hogy hirdesse az evangéliumot. De ti, tudom, hogy eddigiekben is már tudtátok, egyre inkább meg vagyok erősödve abban, hogy ezután még inkább tudjátok, hogy életeteket teljes egészében. És maradéktanul az Istentől kapott erő és bátorítás által oda tudjátok szenten az Istennek. Pál apostol azt mondja, aki megtartott minket. Nem az ember érdeme. Ő ezért tartott meg, ezért mentett meg benneteket. És azt mondja, hogy nem a mi cselekedeténk, nem azért, mert jobbak lehetünk másoknál. Vagy valamilyen szinten különbek vagyunk. Hanem azt olvashatjuk itt az írásból, hanem az ő végzése, az az ő jóságos terve, és hozzáteszi még az ő kegyelme szerint. Akik bűnbocsánatban részesültök, részesülünk, akik megragadtattunk Isten által, elhívattattunk, és amikor azt mondja az apostol önmagával kapcsolatban, hogy amikor Jézus Krisztus megszólított engem, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Ezzel az igével kapcsolatban csak annyit szeretnék előttetek mondani, nem nagyon hallottátok talán, nem is nagyon osztottam meg ezt senkivel sem még, hogy amikor engem meghívtak testvéreink a prédikátor szolgálatra, akkor 2 napos időt kértem a feleségemmel együtt, hogy adjak választ a meghívásra. Hazamentünk, és a gyakorlatunk szerint 2 gyermekünkkel elővettük a Szentírást, a szokásos esti ájtatot, azaz átolvassuk a szombatiskai tanulmányt. És képzeljétek el, hogy az első ige, amit olvastunk, ez volt. Nem volt tovább kérdés, hogy elfogadjuk a szolgálatot vagy sem. Jó Isten erősítse meg benneteket, hogy számatokra bármilyen körülmények között ne legyen kétséges. Isten örök időknek előtte tervezte, olvashatjuk az írásból, hogy titeket igazán teljes egészében fel tudjon használni eszközül úgy, ahogy az Isten lelke küld, ahogy hív, és legfeljebb egyetlen egy őszinte, helyes magatartásotok lehet, nyilván magatartásunk lehet, hogy amikor az Isten hívását halljuk, Ézsaiáshoz hasonlóan azt mondjuk, hogy Úrunk Istenünk, mi tisztáltan ajkak vagyunk, és tisztáltan ajka nép között lakom. De jön a parázs, jön a mennyétűz, érinti szánkat, érinti szívünket, hiszen a szív teljességből szól a száj. És amikor az Úr megkérdezte, hogy kit küldjek el, ki megyen elékünk, akkor egy válasz volt. Én hol vagyok? Küldjél. Segítsen a mindent Isten titeket is, hogy így küldjön. És éppen Mózes elhívása szolgáltával kapcsolatban a Pátriárkák és Proféták című könyvből szeretnék egy rövid szakaszt olvasni, ami rátok, ránk munkatársakra, de nyilván mindenki, aki az Isten szolgálatát elfogadja, vonatkozik. Régi kiadás, 254. oldal. Ha az ember elfogadja azokat a felelősségekkel járó feladatokat, amelyekkel Isten bízza meg, és teljes erejével igyekszik azok teljesítésére, erőt nyer, és alkalmassá válik arra. Bármi szerény legyen is az ember tisztsége és képessége,
ha bízik Isten erejében, és hűen törekszik munkája végzésére, el is éri az igazi nagyságot. Ha Mózes saját erejére és bölcsességére támaszkodott volna, és Món vágyakozva fogadja a terhes küldetést, ezzel bebizonyította volna, hogy ilyen munkára teljesen alkalmatlan. Az a tény, hogy az ember érzi saját gyengeségét, legalábbis bizonyíték annak, hogy a rábízott munka horderének tudatában van, és ezért Istenhez fordul tanácsért és erősítésért. Testvéreim, naponta és folyamatosan forduljatok Istenhez tanácsért és erősítésért, és a mindenható Isten veletek lesz. Legyen is veletek a teljes győzelemig. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rajtad, és adjon békességet néked. Amen. Amen. Köszönöm.
kimúlt hajszálakat és a ránkot. Nem tudom, hogy kinek, akkor ezt ezt írta alá Serek a Rénikó. Ő is alá íródott, ha köszönöm már szépen. Is lehetett. De arra nem köszönjük. Mindjárt kívánok Serek. Köszönöm szépen. Imádják a jutókat. Köszönöm szépen!